Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg újra a Szabadkai Evangélikus Keresztény Egyház advent karácsonyi vásárukat. A rendezvénynek karitatív jellege is volt. Itt gyűjtés folyik hosszú hónapokon keresztül, ruhagyűjtés, használati tárgyak gyűjtése, tehát mindaz, amire otthon úgy gondolnánk, hogy már nincs rá szükségünk, akkor azt ide el lehet hozni. És azt mi hát ilyen jelképes összegért gyakorlatilag árusítjuk, de minden rászoruló számára pedig ilyenkor ingyenesen biztosítunk ruhaneműt, vagy hát amire igazából szüksége van. Az egyházközösség kézműves köre egész évben készít termékeket, amelyeket ugyancsak értékesítenek. Karácsonyi mézes pálinkát is árusítottak, ezúttal is bebizonyosodott, hogy nagy szükség van az ilyen típusú adománygyűjtésekre. Az adventi karácsonyi vásár azért került megrendezésre, mert ennek az összegét fel fogjuk ajánlani a gyermekkarácsonyok adományához. Ezekből fogjuk majd megvenni a karácsonyi csomagokat a gyerekek részére, illetve készülünk az oltárterítők megvásárlására. Mindenki találhat érdekességet, amelyet szimbolikus áron megvásárolhat, ezzel is támogatva a karácsonyi készülődést. Könyveket, ruhákat, gyermekjátékokat, kézműves termékeket vásárolhatnak az érdeklődők. A barátnőmnek karácsonyi ajándékot vettem. És mit? Egy ilyen üvegelefántot, egy bögrét, meg ezt a kis díszt. A karácsony ünnepléséhez hozzátartozik a mézes pálinka is. Én jöttem mézes pálinkát vásárolni, valamint bort vásárolni, szétnézni, mi van a vásáron. A vásárt és az adománygyűjtést a szegények és a rászorulók részére rendezték, ezzel varázsolva szebbé számukra is a karácsonyt.